140 éve, 1878. január 12-én született Molnár Ferenc, az egyik legsikeresebb magyar drámaíró, a Pál utcai fiúk című regény szerzője. A nagyvárosi nincsteleneket bemutató novelláival tűnt fel, sikereit azonban színdarabjai hozták meg a számára, és a Lilium már külföldre is elvitte szerzője hírét. Ez utóbbi műve kapcsán 1909-ben Kecskeméten is járt, Gyenestéri otthonában Kacsó Pongrácot kereste föl, külvárosi legendájához ugyanis a kísérőzenét az abban az időben a híres város főreáliskola igazgatójaként dolgozó zeneszerző készítette el. A Liliumot évtizedekkel később, az 1968-69-es évadban a Kecskeméti Teátrum is műsorra tűzte. A Katona József Színház történetének egyik legnagyobb sikert aratott előadásában a címszereplőt Latinovics Zoltán alakította. Az előadásról a színész király így vallott. Molnár Ferenc egy költő volt. Vegyük tudomásul. Ezt Adi mondta. Higgyünk neki. Molnár költő volt, és pontosan tudta az élet és művészet dolgait. A szerelem dolgait és pólusait. És pontosan kiszerkesztette ezt a gyönyörű ligeti históriát egy költő életére. El kellett mondanom Liliumot, hogy a költők életét, világát, szerelmét könnyebben megérthessük.